A sakk egyre népszerűbb sportág a fiatalok és idősebbek körében, akikből ezúttal sem volt hiány tarcalon. Ezt a több órás párbajt csak azt tudja igazán élvezni, aki maga is sakkozik. Az egész napos szenior, országos és 50 év feletti rapid egyéni sakkverseny rendezvény lebonyolításáért a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei sakkszövetség, valamint Tarca a község önkormányzata vállalt védnökséget. A résztvevők hétfordulós FIDE rendszerben mérték össze tudásukat, svájci rendszerben. A sakk népszerűsítéséről Tarca polgármestere Butta László is szólt, aki nagy örömmel köszöntötte a Tarcalon minden évben megjelenő sportkedvelőket. Ezután Szabó László országos versenybíró ismertette a játékszabályokat a résztvevőkkel, akik két csoportban mérték össze tudásukat. Végül Döme Aladár, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei sakkszövetség elnöke szólt a jelenlévőkhöz, aki örömét fejezte ki, hogy szép számmal neveztek a sakkot kedvelők a megmérettetésre. Játéknak a terjesztése a megyében, nem csak a megyében, az egész országon keresztül. Tehát nagyon sok szenior játékos jön Tarcalra, a Hatvatonyos Borfaluba, hogy megmérettesse magát a többi szenior társával. Hát a rapid játékszabályok azok 15 perc, bónusz idő nincsen, tehát 15 perc gondolkodási ideje van mind a két félnek, tehát 30 perc alatt lemegy a játék. Tudomásom szerint ez már nagyon régen működik, oficiálisan 10 ilyen, ez a tizedik verseny, és a sakkversenyen, tehát a rapid sakkversenyen kívül, a felnőtt szenior bajnokságon kívül van egy nemzetközi FIDE verseny, ami mindig tavasszal, februárban kerül megrendezésre. Sajnos nem kiemelt sportágasak, és ezért nagyon nehezen tudunk életben maradni. Tehát igazából arról szól az egész, hogy életben maradjunk. Abban reménykedünk, hogy majd szebb idők majd, és jobb szelek fognak fújni felénk is. A játékosok közül többen nemzetközi nagymesterek voltak, ami jól mutatta, hogy nagy csaták voltak kibontakozóban. Ebben az évben minden várakozást felülmúlva a női versenyzők száma is magas volt. Évről évre növekszik az összecsapás színvonala, ami nagyon kedvező előjelekkel szolgál a jövőre nézve. A játszmák sportszerűségéről és tisztaságáról Kristó Péter és Szabó László versenybírák gondoskodtak, akik a kisebb hibák ellenére meg voltak elégedve a szabályok betartásával. A díjazottak oklevél és tárgyutalomban részesültek.